ha már a könyvtárban vagyunk, és könyvtár rendezvényekkel, nagy könyvek projekttel kapcsolatban kérdeznék. 7-8 hónapig tartó játék volt, aminek egyrészt az volt a lényege, hogy itt is volt először egy 100-as lista, amiben nagyon sok minden belekerült, és utána volt egy legjobb top 12 volt, és a végén top 3 könyv volt. Készültek felmérések utána, hogy ez mennyire volt hatással az olvasásra, a könyvtárba járásra, a könyvkikölcsönzésre, és hát abszolút szignifikánsan kit kimutatták, hogy abban a periódusban az egyes könyvtárakban például volt olyan könyvtár, ahol megötszöröződött a előző évhez képest a beiratkozóknak a száma, és hát még egyértelműbben a kikölcsönzött könyvekkel lehetett látni, hogy amelyik könyvekről szó volt a tévében, vagy egyáltalán az egész játékban, azoknak ilyen nagyon-nagyon megugrott a kikölcsönzése. Abszolút igaz az, hogy ami az létezik, ami a médiában létezik. Tehát, hogyha valamiről beszélnek a tévében, írnak róla az újságok, vagy még inkább az internet, az létezik. Tehát az fontossá válik. És ez egy olyan játék volt, kezdeményezés volt, ami mai divatos kifejezéssel szexivé tette az olvasást. Tehát nagyon-nagyon menő lett a hirtelen könyvekkel foglalkozni. Már megkeresett több dologtól is féltem. Hát egy egyetem meg tudom írni. Tehát, hogy én nem írtam korábban, tehát fogalmam nem volt. Tehát mindenkivel elhitettem azt, hogy én ezt meg tudom írni. És így nagyon magam. A Bandival egy disznóvágáson kezdtünk el erről beszélni, néhány pálinka után, és akkor mondtam, ne írjunk egy könyvet, és akkor már ittunk, de írjunk. Ez a lovasi könyv ilyen értelemben már az első olyan értelemben saját alkotás, hogy ugye sokan azt hiszik, hogy riportkönyv, de ez nem egy riportkönyv. A riportkönyv az, amikor ugye az ember föltesz kérdéseket, és akkor utána, tehát például most nem tudom, a Csáki Juditnak az Alföldi könyve, kérdéseket teszve Alföldi válaszol, és akkor ez az egy ilyen interjú kötet. Ez ebből a szempontból nem, mert hogy nagyon-nagyon, tehát rengeteg óra beszélgetés alapján készült. Hál' Istennek nagyon sok jó kritika született erre a könyvről. Én a Bandit azzal bíztattam, amikor ezt írtuk, hogy nyugi, az a célunk, hogy megírjuk a legjobb magyar rock and roll életrajzot. Ez nem lesz nehéz, mert egy ilyen sincs. Tehát ebben a műfajban ezt most mi kezdjük el, tehát akármi történik, tehát ez most biztos a legjobb, ez egy darabig. Én éppen ebben a könyvvel tanultam meg szövegben gondolkozni. Tehát hogy ez is egy nagyon érdekes, meg hogy a egyik ilyen kedvenc idézetem, ezt Mallarmé mondta, hogy ugye, de ezt Eszterházi is emlegeti, nagyon sokan emlegetik ezt az idézetet, hogy ugye minden a földön a végre létezik, hogy könyv legyen belőle. De hál' Istennek ez egy nagyon, nagyon sikeres kiadvány, mert most ez ugyan kiadói titok, de most már a 15 ezer példányszámot is elérte, ami ebben a műfajban rendkívül magasnak számít. Tehát még pénzt is kerestünk.